Túl nyilván vannak olyan úgymond kisebb sorok, amik jelképesnek tekinthetők, ezeket is elég részletesen elmondtuk a bizottság ülésen. Itt a, ugye a kutatásfejlesztés, az oktatás, mármint az agrár oktatásnak a sorai, ahol hát valami nagyon-nagyon homályos magyarázatot kaptunk, hogy miért több a kevesebb. Erre is gondolom, majd államtitkár úr el tudja mondani a választ. És hát ami a legmeglepőbb volt számomra, az a génmegőrzésnek a 100 millió sora, ahol tavalyi 300 millióról 100 millióra csökkent, és mindenki, folyamatosan azt hallottuk, hogy a 300 millió is kevés, és ennél magasabb módosító javaslatokat nyújtottak be annak idején képviselőrőjék. És hát van még egy neuralgikus pont ebben a költségvetésben, a kárenyítési alap. Itt arról volt szó, hogy miután nagyok lettek a károk, majd a kormány zsebben nyúl és besegít, sőt az idén előleget is fizet. Hát ahhoz most már azért nagyjából el kell ezt kezdeni, de egy fillér plusz nem tett egyelőre a kormány, csak a kötelező részt. Itt államtitkár úrnak mondanám meg én, hogy azt a Baktalóránt házi esetet, hogy amikor az 5 milliárd forintos kiegészítést beszélgettünk ott a gazdákkal egy fagykár kapcsán, akkor államtitkár úr azzal kezdte a hozzászólását, hogyha kormányzati negyedre van pénz, akkor kárenyhítése is legyen. Most jelentem a fagylalt visszanyal, hogyha Debreceni stadióra van 10 milliárd forint, akkor úgy gondolom, hogy kárenyhítése is kell, hogy legyen 10 milliárd forint. Tehát én azt nyilván nagyon sok mindent tudnék még ennek a költségvetésnek kapcsán elmondani, a nemzeti földalapról, a hivatali rendszer forrás bővítő döntéseiről, de ezt majd nyilván még itt a két napban lesz módom. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy ez a költségvetés, ha így marad, ahogy most van, akkor még azt a támogatási szintet se tudja produkálni, és mondom még egyszer, a leginkább nehéz helyzetben lévő ágazatoknak, amit korábban a termelők megszoktak, nem ezt ígérték, úgy gondolom, a tavasszal, és én azt szeretném, hogyha betartanák az ígéreteiket. Köszönöm szépen a figyelmüket! Következő felszólaló Szekó József a Fidesz képviselőcsoportból, és fölkészül Zakó László a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Régóta gyakorló polgármesterként és kistérségi vezetőként nem újdonság számomra az, hogy a központi költségvetés tárgyalásakor előtérbe kerül az önkormányzatok helyzete, az önkormányzatok sorsa, és ilyenkor az utóbbi években sajnos azt hallhatjuk, hogy az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerültek, egyre nehezebb helyzetben vannak. Vajon mi lehet a bajok gyökere? Úgy gondolom, hogy ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor megállapíthatjuk, hogy részben a bajok 2002 őszére eredeztethetők, amikor is a megyesi kormány a választási győzelméhez vezető ígéretét betartva béremelést hajtott végre az oktatási, az egészségügy és a szociális ágazatban. Bár ez az emelés ez nem ért el mindenütt az 50%-ot, ahogy ígérték, olyan 30 és 50% között. A baj nem az, hogy ezen ágazatok sok esetben kispénzű dolgozói béremeléshez jutottak, hanem az, hogy ezt a forrást ezt egyszerre vonták ki a gazdaságból, és ezáltal fokozatosan lecsökkent a gazdaság vérkeringése. És hát ami bennünket, önkormányzatokat érintett, az pedig az, hogy ennek a fedezetét a központi költségvetés 2003-tól nem biztosította. Nem biztosította, bár 2002 őszén még ez a probléma nem látszott, hiszen, hogyha jól emlékszem a számra, akkor az Orbán kormány akkor 350 milliárd forint tartalékkal adta át a büdzsét, amely úgy éppen elég volt arra, hogy a béremelést fedezze 2002 utolsó hónapjaiban, de 2003-ban már a terheknek egy jelentős részét, mint egy 500 milliárd forintot ránk terheltek, az önkormányzatokra terheltek, amelyet azóta sem pótoltak vissza. Sőt, hát azóta még további elvonásoknak voltunk elszenvedői, és görgetjük magunk előtt ezeknek a következményeit. 2004-ben költségvetési eszközökkel arra bírtak bennünket, hogy megalakítsuk a többcélú kistérségi társulásokat. Ekkor arra gondoltunk, hogy ha már kiegészítő támogatásokat kapunk a közös feladat ellátásra, akkor talán így jutunk levegőhöz. Nos, itt is csalódnunk kellett, hiszen egy-két év múlva, amikor már megszerveztük a közös ellátásokat, akkor ezek a normatívák, kiegészítő normatívák kezdtek elerodálódni, illetve voltak olyan területek, ahol egyszerűen megszűnt a kiegészítő támogatás. Említeném itt például a fogyatékos és a pszichiátriai szociális otthonoknak az ellátását, amelyeket
települések, ha bevittek közös ellátásba, gondolom könnyen belátható, hogy nem egy-egy településre terjed ki egy-egy ilyen intézménynek az ellátási területe, hanem adott esetben kistérségi, megyei vagy régiós területet is felölelhet. Nos, ezek az ellátások is megszűntek, úgy gondolom, hogy hátrányosan diszkriminálva a fogyatékos embereket. A települések a sok-sok elvonás mellett nem ültek hátra tett kézzel, illetve nem dőltek hátra, hanem igyekeztek megtakarítani, igyekeztek fölvenni a versenyt az elvonásokkal, bár úgy vélem, hogy ezzel nem tudták eredményesen felvenni a versenyt. De mit tettünk mi települések? Összevontunk intézményeket, bezártunk intézményeket, lassan már odáig jutottunk, hogy a tűzoltóságot vonjuk össze a bölcsödével, hogy megtakarításokat elérhessünk. Kötvényeket bocsátottunk ki, és ezen kötvényeknek a kötvényekből származó forrásokat a települések egy része nem csak fejlesztésre fordította, hanem működésre fordította, felélte. De amit fejlesztésre fordított, azok sem termelő beruházások. Azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az önkormányzati beruházások nagy része az nem termelő, nem megtérülő beruházás. Nem tudom, mikor térül meg egy út, vagy egy járdaépítés, vagy akár egy intézményfejlesztés. Úgy gondolom, hogy ha arra gondolunk, vagy azt próbáljuk átgondolni, hogy mi is lehet a megoldás, és mi lehet a további teendő, tennivaló, akkor semmiképpen az, amit egyes véleményekből tükröződik, hogy nincs szükség ennyi önkormányzatra, nincs szükség ennyi kistelepülési helyhatóságra. Úgy vélem, hogy lehet, hogy nincs szükség ennyi hivatalra, de és elláthatók a bizonyos feladatok ellátható körjegyzőségbe tömörülve is, de rossz elgondolni azt, hogy mi lehet egy-egy településsel akkor, hogyha akár legalább részönkormányzati szinten nem lesz a településnek gazdája. Ki fogja rányitni akkor egy-egy idős, magatehetetlen emberre az ajtót, vagy netán ki fogja megkérni egy-egy ingatlan tulajdonosát, hogy a háza előtti közterületet tegye rendbe. Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás utáni, vagy részben sikerült rendszerváltás utáni időszak egyik sikertörténete minden nyűgével, bajával az önkormányzatok létrejötte, és a helyi önkormányzatiság, a helyi demokrácia kialakulása. Úgy vélem, hogy ezt csorbítani nagy hiba lenne. Azt hiszem, hogy a megoldás az lehet és az lehetne, hogyha alapvetően átgondoljuk az önkormányzati feladatellátást, és az állam és az önkormányzatok közötti feladat megosztást újra pozícionáljuk. Az a több mint 3000 feladat, amelyel az önkormányzatoknak bajlódniuk kell, az gondolom, hogy enyhén szólva túlzó. Nagyon sok esetben kerültek az önkormányzatokhoz olyan feladatok, amelyek nem odavalók, olyan feladatok, amelyeket csak a központi kormányzat kényelmi szempontból letolt az önkormányzatokra. Van egy csomó olyan feladat, amely úgy vélem, hogy egyrészt elhagyható, másrészt úgy vélem, hogy állami ellátásban, központosítva, hatékonyabban elvégezhető, ellátható. Minden esetre ez a feladat is az önkormányzati rendszer reformja az új kormányra marad, és az új kormánynak kell majd sok-sok évek mulasztását pótolni. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Zakó László képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Őt majd Víg László és Kovács Tibor fogja követni. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház! A most tárgyalt költségvetési törvénnyel kapcsolatban vegyes gondolatok támadnak az emberben. Egyrészt látszik, hogy az előterjesztő szakítani akar elődjének nyomasztó örökségével, új kitörési pontokat keres, de az is egyértelmű, hogy változtatás ide, új koncepció oda, azért az Európai Unió és az Egyesült Államok az úr. Márpedig, ha ott azt mondják, hogy hazánkban terrorveszély van, akkor vastagon foghat az a bizonyos ceruza, ha támogatást kell adni annak megszüntetésére. Általánosságban is mondható, hogy feltűnően nagy támogatásban részesülnek azok a területek, melyek olyan feladatokat látnak el, mely feladatok alig léteznének, ha azokat nem kényszerítették volna ránk, illetve nem húztuk volna indokolatlanul magunkra. Röviden szólva, ha Magyarország a magyaroké lenne, több pénz jutna saját magunkra. Igazából a turizmusról kívánok szólni, de ezzel az általános megjegyzéssel még tartoztam a ház falainak.
Sokszor és sokan elmondták már, hogy a turizmus a gazdaság húzóágazata lehet, de a jól csengő számok mögött elég nagy a diszharmónia. A turizmus a maga jelentőségéhez képest hangsúlyos szerepet, sőt kiemelés sem kapott az előterjesztésben. Összesen egy sor utal arra, hogy a turisztikai cél előirányzat 5,2 milliárd forint lesz jövőre. Hogy ez mire elég, azt csak a szakbizottságunk ülésén tudtuk meg az előterjesztőtől. Tudjuk, a költségvetés keretein kívülről érkezik majd támogatás, de a kormányzat meghirdetett törekvésének és az előterjesztésből ki kellett volna érződnie. Bár a turisztikai iparág erősen hasonlít az autóiparra, a beszállítók tárháza óriási, a fejlesztési pénzeket jobban is megpántlikázhatták volna. Tisztában vagyunk azzal ugyanakkor, hogy a turizmus támogatásának nem is nagyon áttételesen része minden olyan forint, nem is kevés, ami például a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja, hiszen ez alapfeltétele mindenfajta helyváltoztatásnak. Ne tagadjuk azonban a lényeget. A legnagyobb támogatója a turizmusnak az a polgár, jelen esetben munkavállaló lehet, akinek marad annyi jövedelme az erszényében, hogy végre elinduljon valahová enni, inni, pihenni. Az új kormányprogram két vezérfonala volt a foglalkoztatás növelése és a gazdaság élénkítése, amelyek egymástól nem elválaszthatóak. Ehhez képest több tízezer közalkalmazott elbocsátását helyezték kilátásba az elmúlt hetekben kormányzati szinten. Ez a sok tízezer ember nem biztos, hogy azonnal munkát fog magának találni, nemhogy utazzon bárhová kikapcsolódni. A sok munkanélküli pup lesz az élénkítésre váró gazdaság hátán. Abból, hogy az adótörvények módosításával több pénzt kívánnak a családoknál hagyni, a gazdaság élénkítés még közvetlenül nem vezethető le. Úgy gondolom, hogy a kivéreztetett családok az esetleg a zsebükben maradó plusz jövedelemből a sebeiket fogják egy-két évig nyalogatni, ami azt jelenti, hogy a hatalmas felvett hitelállományuk tehertételét próbálják ezzel a plusz jövedelemmel mérsékelni. De bízzunk a magyarok újra feltámadó vándorlási szokásaiban. Az olyan sokat emlegetett új Széchenyi terv hivatott Magyarország jövőbeni gazdasági programjának lerakására, hiszen alcíme is a talpraállás és felemelkedés fejlesztés politikai programja. Ebben a programban első helyen szerepel a gyógyító Magyarország egészségipar. Értjük és elfogadjuk az egészségipar definícióját, azonban annak turisztikai vonala teljesen rátelepszik a turizmusra, szinte csak egészségturizmusról, gyógyturizmusról szól az anyag. Ez a Széchenyi terv, mint váz, mint vitairat, még egyáltalán nincs kész, ez munkaanyag. Reméljük, a gyógyturizmusról a hangsúly áttolódik a szektor más ágazataira. Mi a kifogásunk a gyógyturizmus prioritásával? Bár fontos terület, sajnos sok a rászorult is, de egy átlagjövedelmű magyar embernek ez megfizethetetlen, márpedig kinyilvánított kormányakarat a belföldi kereslet fellendítése, lásd Széchenyi pihenőkártya. Sajnos nem tudjuk a gondolatot lerázni magunkról, hogy nem a gyógyszeripar lobbija áll a háttérben. A Jobbik azt mondja, inkább aszalszilva, mint hashajtó tabletta, már ha érthető a hasonlat. Visszatérve a mai magyar valósághoz. Jelenleg 400 ezer foglalkoztatottal a GDP 6-7%-át adja a turizmus, ahol az összes foglalkoztatott körülbelül 8%-a dolgozik. Közvetett módon a turizmus ennél nagyobb jövedelmet termel, a GDP majdnem 10%-át, a foglalkoztatottak majd 13%-ának segítségével. A turizmus nem csak a létrehozandó 1 millió új munkahely harmadát adhatja, de segíthet abban is, hogy a 900 ezer főre becsült szakképzetlen munkaerő is elhelyezkedjen. Ezek a számok, a stratégiai fontosság és a meglevő szabályzatlanság már nagyon megkívánja, hogy jogszabályt alkossunk az ágazatról, megszülessen a turizmusról szóló törvény. Az üdülési csekk polgári változatát időközben Széchenyi pihenőkártya névre keresztelték. Bár az eredeti koncepció hangsúlyos része volt, már nem igaz a juttatáshoz eredetileg tervezett utólagos, a munkáltatók által igénybe vehető 50%-os adóvisszatérítési elem. Az eredeti elképzelés szerint a juttató a támogatás mértékének 50%-át a következő évi társasági adó alapjából levonhatta volna, ez éppen azért kerül bele a koncepcióba, hogy a rekreációs támogatás nyújtásában a kis és közepes vállalkozásokat is minél inkább érdekelté tegyék. A pihenőkártya bevezetését a munkáltatók számára ugyanakkor vonzóvá teszi, hogy az felfogható a lehető legolcsóbb 13. havi juttatásként, hiszen csupán 16%-os SZIA terheli, egyéb járulék nem, ami